Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsek mindenki, itt van és aki majd a felvételt megnézi. Egy sajátos, vagy így mondhatnám, inkább rendhagyó könyvbemutatónak lehetnek a résztvevő és szemtanúi. Antal József, néhai Antal József miniszterelnök úr, azt hiszem jól fogalmazok, egykori egyik tanácsadója, a Svájcban élő Hieronymi Otto, vagy Otto Hieronymi, hiszen a könyv angolul jelent meg, írta meg gondolatait, emlékeit arról, hogy miként is látta ő a rendszerváltoztatás időszakában Antal Józsefet, illetve azt a gazdasági helyzetet és politikát, amiben akkor az ország került, és mi minden történt akkor. És a kötet úgy jelenhetett meg, hogy Szabó Tamás miniszter, akit szeretettel köszöntök, illetve Bába Iván államtitkárot és Marinovics André kabinetfőnök urat, most azokat a titulusokat használom, amelyek az Antal, illetve az Orbán kormányok időszakában őket megillették. És Szabó Tamás miniszter úrnak volt az ötlete, hogy érdemes lenne ezt a kötetet kiadni. A szerző angolul írta egyébként meg ezt a munkáját, és a Veritas, ha szabad így mondani, hozzá tudta tenni a maga ismereteit, illetve azt a kapcsolati rendszert, amely ezt a kötetet lehetővé tette, hogy megjelenjen, vagy ennek a kötetnek a megjelenését. Ugyanis el kell mondani, és ezt szeretném erősen hangsúlyozni, hogy a Batthyány Lajos Alapítvány jóvoltából jelenhetett meg ez a könyv. Dezső Tamás elnök úr fölkarolta az ügyet, és én azt gondolom, hogy jó ügyet karolt föl, és erről a kötetről fognak szólni azok, akik tevékeny résztvevői voltak egyrészt a korszaknak. Személyesen ismerték Marinovics professzor is nagyszerűen, ismerte Hieronymi Ottót, és most is kapcsolatban van vele. Bába Iván pedig vállalta azt, hogy ezt a kötetet angol nyelven megszerkeszti, ahogy mondani szokták. Ilyenkor szerkesztői, nem kimondottan szamizdat szerkesztői időszakát vett elő, bár abban is jeleskedett, hogy ez a kötet elkészüljön, és talán nem illetlen, vagy nem tiszteletlen, ha azt mondom, hogy reményeink szerint ez a kötet magyarul is megjelenhet, ugyanis az az elképzelés, hogy érdemes lenne a magyarul, vagy az angolul nem olvasó közönség számára is hozzáférhetővé tenni. Az angol nyelvnek megvan az az óriási előnye, hogy határainkon kívül az angol nyelven olvasók és az angol nyelvű országok is, van élők is találkozhatnak ezzel a kötettel. És most megtudjuk azokat a rejtelmeket, vagy rejtélyeket, hogy miként is zajlottak akkor a rendszerváltoztatáskor, a gazdasággal kapcsolatos kérdések, miként vitatták meg ezeket, milyen tanácsokat adott, vagy tudott adni Hieronymi Otto. És ennek a beszélgetésnek, ahogy lenni szokott már, ez a sajátos könyvbemutató, Marinovics professzor úr a moderátor, amely ez a divatos kifejezés, és a két személy, hiszen a miniszter úr volt az ötletgazda, Bába Iván a szerkesztő. És még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy egy szerencsés véletlen folytán, vagy egy előkészített véletlen folytán vele szinte egy időben jelent meg egy másik kötet a Veritas kiadásában. A Mi ezt valljuk kötet második, vagy már mint a második köteten, hiszen ugyanazon a néven jelent meg, ugye a kormányüléseken Antal Józsefnek a, bocsánat, talán nem szabad ezt a kifejezést használni, de mégis mondom, eszmefuttatásai, politikáról, történelmi és sok minden másról, mind a kettő elég vaskos, mert több mint 1000 oldalt tesz ki, és ez a kötet is elérhető egyébként, és ma délután pedig, aki teheti, az Cegléden is meghallgathatja erről a kötetről a bemutatót, illetve ami lényegesebb, Várszegi Asszik jóvoltából emlékezést Antal Józsefre Cegléden a Városházán 17 órakor. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek azt, hogy eljött, köszönöm a figyelmet, jó beszélgetést kívánok, és nem azért köszönök el, mert nem érdekelne a téma, de 10:30-kor nekem egy doktorandusz konferencián kell elnökölnöm, és lehet, hogy a doktoranduszok jól néven vennék, ha nem lennék ott, de nem engedhetem meg magamnak, hogy ne menjek oda. Úgyhogy elnézést kérek mindenkitől, hogy én most itt elosonok a hátsó, vagy az első bejáraton, de valahogy itt hátul, és akkor átadnám a szót Marinovics professzor úrnak, aki a továbbiakban, ha szabad így mondani, egykori hadtörténész múltamra idézve, vagy azt idézve, kommandírozni fogja az eseményeket és a történéseket. Köszönöm szépen! Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az intézet nevében én is köszönöm szépen jelenlétüket. Néhány bevezető szót engedjenek meg. Antal József, a rendszerváltoztatás miniszterelnöke, április 8-án, tehát hétfő lenne 94 éves. Ez az az alkalom, most már évek, évtizedek óta a születésnap, illetőleg elhalálozásának évfordulója, amikor valamilyen módon
megemlékezünk erről az eseményről. Idén 2024-ben két könyv megjelenését tudtuk erre időzíteni. Az elsőnek a bemutatója az éppen most lesz. A szerző sajnos személyesen nem tud jelen lenni, viszont videó üzenetben fogja köszönteni önöket. Tisztelt résztvevők! Örömmel küldöm üdvözletemet Genfből, mert nem tudok utazni, csak gondolatban lehetek ott önök között. Szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik segítettek biztatásukkal, hogy fejezzem be régen elkezdett könyvemet. És azoknak, akik lehetővé tették, hogy ez a kötet megjelenjen. A Veritásnak, a Magyar Naplónak, a Batthyány Alapítványnak, Szakály Sándor úrnak, Martinovics Endrének, Szabó Tamásnak, Pott Péternek, Bába Ivánnak, és nem utoljára családom tagjainak, és természetesen sok más barátomnak, mint például Jeszenszky Géza, aki nem tudok itt most felsorolni. Természetesen leginkább gondolatban Antal József emlékét illeti. Antalnak, aki befogadott munkatársai csoportjába, és aki bizalmával kitüntetett. Miről szól ez a könyv? Elsősorban Antal rendkívüli érdemeiről a magyar rendszerváltás sikerébe. Ennek a sikernek tudható be, hogy Antal ma és a jövőben is úgy kell, hogy szerepeljen Magyarországon és külföldön, mint a történelmünk egyik legkiemelkedő államférfia. Köszönöm figyelmüket! Hölgyeim és uraim, pontosan egy évvel ezelőtt, szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt, ezen az évtizedek óta, most a 30 éven megtartott szeglédi megemlékezésen Szabó Tamás, az Antal és a Boros kormány minisztere megkérdezte, hogy a Veritas vállalkoznék-e arra, hogy Hieronymi Otto angol nyelvű könyvét, amely hát elsősorban gazdasági kérdésekre szól, de az egész rendszerváltoztatást és Antal József személyét évinti, gondozza. Az első válasz természetesen ilyenkor, hogy boldogan, de ugyanakkor meg kell teremteni ennek az anyagi feltételeit. Szerencsére sikerült a Batthyány Lajos Alapítvány támogatásával ezúton is, bár főigazgató úr már ezt megtette, szeretnénk köszönetet mondani azért, hogy pontosan egy évvel az ötlet vagy a gondolat elhangzása után kézbe vehető a könyv, amiről most elsőként megkérem, hogy dr. Szabó Tamás miniszter úr szóljon néhány szót. Hölgyeim és uraim, kedves megjelentek, szeretettel köszöntök mindenkit. Először néhány szót Hieronymi Ottóról, akiről nem sokat hallott, még abban az időben sem a közvélemény, hiszen egy háttérmunkát végzett. Hieronymi Ottó örmény magyar, a családja valamikor a 17. században került Magyarországra, és jelentős szerepet töltöttek be az első időszak után. Az egyik nagyszülő, vagy dédszülő a 19. század második felében kormánytag is volt. Hieronymi Otto 56-ban ment el, Genfbe került, ahol elvégezte, 18 évesen egyébként,
ment el, elvégezte az egyetemet, dolgozott egy darabig az ottani egyetemeken, és 70-től a Battelle nevű kutatóintézetnek, ez egy non-profit és független kutatóintézet, talán a világ legnagyobb ilyen kutatóintézete, ennek a szolgálatába állt, 1970-től 95-ig dolgozott, 25 évet a Battelle-nek. A 1980-as évek végén a Battelle elkészítette a Magyarországról szóló jelentését, amiben sorra vette azokat a tényezőket, amivel szembe kell néznie egy demokratikus átalakulásnak, és javaslatokat is fogalmazott meg, mind a politikai, de elsősorban gazdasági téren. Otto a könyvben is kritikusan megjegyzi, hogy naívan és meglehetősen optimistán ítélték meg azt az örökséget, amit aztán az Antal kormány kapott. A második Battelle jelentés, ami 90-es évek elején, 1990 elején jelent meg, az már sokkal reálisabban látta azt a helyzetet, amivel szembe kellett nézni Antalnak. Hazajött 90-ben, felajánlotta a szolgálatát Antalnak, fizetés nélküli szabadságon itt dolgozott több mint 3 évet, Antal haláláig. És mi a 1991 elejétől, amikor a pénzügy államtitkára lettem, folyamatos munkakapcsolatban voltunk Hieronymi Ottóval. Ez a könyv teljesen hiánypótló. Nyilván az a korosztály már nem emlékszik arra, hogy a sokféle címkézés közül, amit Antalra ráaggattak, az egyik az volt, hogy nem ért a gazdasághoz. Szóval ez egy, abban az értelemben is egy hiánypótló könyv, hogy világosan bizonyítja, hogyha valakinek volt stratégiai elgondolása egy ilyen átalakulása, az Antal volt. Ahogy a politikai átalakulásnak is ő volt a levezénylője abban az értelemben, hogy hogyan lehet békésen, ha úgy tetszik, egy alkotmányos forradalommal megvalósítani az átmenetet, annélkül, hogy ebben belső háború alakult volna ki, abban is, hogy hogyan próbálta az együttműködés rendszerét kialakítani, a gazdaságban is ugyanilyen előrelátó és stratégiai volt. A könyv egy személyes könyv, ezzel is kezdi Hieronymi Ottó. Nem egy memoár, nem egy anekdota gyűjtemény, hanem egy letisztult, gondolkodású tudósnak 30 év távlatából a visszatekintése azokra a kulcsproblémákra, amelyek akkor foglalkoztatták a közvéleményt, és a közvélemény nagyon nehezen tudott tájékozódni ezekben a bonyolult kérdésekben, ezért nyilván félre is lehetett vezetni az akkori közvéleményt. A könyv nem csak sorra veszi az örökséget, nem csak sorra veszi azt, hogy mi az a jó néhány abszolút kritikus kérdés, amivel Antalnak szembe kellett néznie a gazdaság területén, csak egyet említek, az eladósodás problémát és a fizetés képtelenség határán lévő országot, amikor átvette a kormányzást, hanem azt is, hogy milyen stratégiában gondolkodott és próbálta végrehajtani, nyilván az elgondolás és aztán ami lesz, az nem mindig azonos. Amire szeretném fölhívni a figyelmet az, hogy a legtöbbet vitatott kérdésekre ad részben személyes, vallomásszerű, részben tudományos választ a könyv Hieronymi Ottó tollából. Mik ezek? Elsőként az adósság kérdést említem meg. Ugye állandóan ez volt a vád, hogy miért nem jelentett adósság csökkentési programot, miért nem jelentett az Antal kormány, miért nem valósított meg egy adósság csökkentést. A könyv reális választ ad arra, hogy miért döntött helyesen Antal abban a kérdésben, hogy fenntartja az ország fizetőképességét. Ugyanilyen kritikus kérdés volt az állami vagyon privatizációja. Ebben a dolog, és örök vita azóta is természetesen, és egy átfogó és letisztult és szakmai válasz, lehet, hogy még azóta sem született, hanem a pamflettek szintjén van ez vitatva. Hieronymi Ottó ebben a kérdésben is egy megfelelő, a jövőnek szóló választ ad. Ugyanilyen kérdéskör
a magántulajdon egészének a kialakulása. Ugyanilyen kérdéskör az a politikai rendszer, amit Antal elgondolásai alapján máig is az ország meghatározó körülményeinek tekinthető. Nos, a könyv hiánypótló jellegét adja az is, hogy, mint elhangzott, angolul jelent meg. Hogyan kerül ez az emberek kezébe? Úgy döntöttünk, hogy ezt az angol nyelvű kiadást, ezt a tudományos és szakmai körök fogják megkapni. Úgyhogy Európa kutatóintézetei, egyetemei, azok a think tankek, amelyek foglalkoznak a demokratikus átalakulással és a piacgazdasági átalakulással, ezek fogják megkapni külföldön és belföldön ezeket közvetlenül. Nem kerül ilyen szempontból kereskedelmi forgalomba az angol nyelvű kiadás. A magyar nyelvű kiadás fordítása elkészült, ezt a mai nap délutánján PDF formában a Mária Rádió és a Veritas honlapjáról lehet majd letölteni is, és folyik az előkészítése annak, finanszírozási feltételei még nem teremtődtek meg, hogy magyarul kézbe vehető könyvként is megjelenjen. Hölgyeim és uraim, mivel ebben a könyvben olyan témák vannak feldolgozva, amelyeknek ugyanúgy, mint Hieronymi Otto, vele együttműködve a részese voltam, kérdéseikre is örömmel válaszolok. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen Szabó Tamás miniszter úrnak a gondolatait, amelyek valóban a legfontosabb mozzanatokat tartalmazták. És most arra kérem dr. Bába Iván államtitkár urat, Antal és Boros kormány helyettes államtitkárát, hogy arról a sajátos helyzetből beszéljen, amikor angol nyelven kell szólni a magyarországi rendszerváltoztatásról. Elnök úr, tisztelt miniszter úr, kedves vendégek, barátok! Nagyon nagy élmény volt számomra, hogy ezt a kéziratot gondozhattam, és ezen köszönöm Marinovics Endre professzor úrnak, hogy rám gondoltak. Ugyanis lényegében reveláció végigolvasni. Miniszter úr itt elmondott egy-két gondolatot, de engedjék meg, hogy hozzátegyem a magamét, mindazokat az gondolataimat, amelyek megszülettek a szöveg gondozása során. Ez egyik legfontosabb, hogy, ahogy már itt elhangzott, de hadd hangsúlyozzuk, hogy számos tévhitet hitelesen és bizonyítottan cáfol. És ez egy rendkívül fontos érdeme ennek a könyvnek, és Hieronymi Ottónak, és mindazoknak, akik rávették őt erre, ahogy itt elmondta ebben a kis beszédében, hogy ezt írja meg. Ugye Hieronymi Otto nem fiatal, de rávették arra, hogy mi írja meg ezt, mert ezt ő tudja így megírni, ilyen plasztikusan és ilyen szépen keretbe foglalva. Gyönyörűen megírja azt, hogy melyek voltak az alapdilemmái ugye a magyar kormánynak az adott pillanatban. Miniszter úr itt említette az egyik kérdés, ugye az adósságállomány kezelése volt, hogy fizetünk vagy nem fizetünk. Tehát elindulunk a lengyel úton, lényegében államcsődöt jelentünk, és akkor annak az összes következményét viseljük, vagy pedig fizetünk. A másik kérdés ugye az volt, és ezt a miniszter úr nem említette, ugye az alapkérdés, hogy milyen irányba induljon a gazdaság átalakítása. A növekedést segítő irányba, vagy pedig a megszorítások irányába. Ugye többször emlegeti Balcerovicsot, ugye a korabeli lengyel miniszter, pénzügyminiszter, gazdasági miniszter, aki a megszorítások irányába vitte Lengyelországot, mert úgy ítélte meg, hogy ugye a pénzforrások szűkítésével kell megpróbálni rendbe rakni a gazdaságot. Itt a Hieronymi Otto nagyon szépen és elegánsan megírja, hogy itt a döntés arról szólt, hogy nem a növekedés irányába kell elindulni, és a
mégpedig milyen irányba, és ugye letette ő a nagyon hangosan és világosan a voksát a szociális piacgazdaság mellett, ugye a úgymond a liberális piacgazdasággal szemben, szépen leírja, hogy ezt ő Röpkétől, ugye a tanárától tanulta, Ludwig Erhard és Röpke volt ugye a két nagy képviselője ennek a gondolatnak, a szociális piacgazdaságnak, ami lényegében Németországot elvezette azon a fejlődési úton, amelyen végigment a 60-as, 70-es években. Nagyon szépen érvel Hieronymi Otto emellett a koncepció mellett, és aztán utána külön érdeme a kötetnek, és ezt a miniszter úr pedig a saját tapasztalatából tudja, hogy milyen iszonyatosan nehéz dolog volt a privatizáció. Külön fejezet foglalkozik a bank privatizációval, és itt írja meg nagyon szépen, hogy micsoda hamis kép volt a 90 előtti kádári Magyarországról, arról, hogy a gazdasági reformok ilyen vagy olyan irányba már milyen előre haladottak voltak, és egyértelműen megírja, hogy ez egy csőptömeg volt, ami 90-ben ugye az Orbán, vagy az Antal kormányra rászakadt. Tehát szó sem volt itt arról, hogy némi reform folyamatokat majd csak folytatni kell. A bankprivatizáció, illetve a bankrendszer, a kétszintű bankrendszer, az lényegében egy álságos dolog volt, mert nem voltak ezek valóban független bankok, és az egész gazdasági folyamatok, amelyek 90 előtt lezajlottak, azok bizony sokkal inkább szervezetlen rendszer volt az inkább sem, mint hogy egy módszeres korszerűsítés felé vezetett volna. Tehát ami 90-ben rászakadt az Antal kormányra, az lényegében az volt, hogy mindent végig kell gondolni, stratégiai értelemben végig kell gondolni, és meg kell próbálni megcsinálni. Ez a könyv ilyen értelemben abszolút hiánypótló. Hieronymi Otto ugye részese volt ennek, a koncepció kidolgozásában komolyan részt vett, és mivel hogy egy elemző elme, így 30 év távlatából pedig szépen végig tudja venni elemző igénnyel, hogy akkor miért azt csinálta, azt tette a magyar kormány, miért azt javasolták, és milyen voltak a feltételek. A feltételek közé tartozott például, az is gyönyörűen benne van a könyvben, ugye, hogy egy szigorúan bizalmas megbízatással néhány vezető képviselője az Antal tanácsadói körének, ugye azt a megbízatást kapja, hogy próbáljon nyugatról valamiféle támogatást szerezni, amivel Magyarországot ki lehet emelni abból a helyzetből. És hát itt nem nagy összegről volt szó, jól emlékszem 6-7 milliárdról beszél már dollárban, hogy annyit kellett volna kapni a Magyarországnak, hogy átvészelje ezt az időszakot. Ez a nyugati nagy kasszákhoz képest egy minimális összeg, de ezt az összeget nem volt hajlandó senki sem idadni. Tehát úgy kellett átvészelni ezt a 90 és 94 közötti időszakot, hogy ugyan nagy szólamok elhangzottak a nyugati politikában itt-ott-amott, de valódi igazi segély nem jött, illetve hát aztán a privatizációban abban benne volt ugye a nyugati tőke, de hát abban ugye nem csak a mi hasznunk volt benne, hanem az ő hasznuk is. Nagyon tanulságos a könyvnek a végén aztán egy szép fejezet, nevezetesen egy a fehér könyv, ugye a kommunizmus 4 évtizedéről, ugye Tamás erre is emlékszel, talán a fehér könyv, ahol szépen megírja, hogy 94-ben ez a fehér könyv ugyan elkészült, de akkor már a politikai viszonyok olyanok voltak, hogy nagyon sokan tanácsolták azt neki és munkatársainak, hogy ez a fehér könyv legjobb, ha már nem jelenik meg. És mindenki készült a 94-es választásokra, az esetleges ugye, fordulatra, és már olyan nagyon nagy lelkesen nem akarta senki vállalni azt, hogy ezt a fehér könyvet vállalja, írja, mert ez a fehér könyv lényegében arról szólt, hogy a kommunizmus 4 évtizede az lényegében egy csőttömeg volt. Nagyon jó a könyv, ilyen szempontból tanúírta, bölcs és nagyon jó elemző képességgel, készséggel és tudással rendelkező tanúírta és hiánypótló. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az antali gazdaságpolitikáról ezek után nem lehet úgy írni, hogy ezt a könyvet ne ismerné valaki. Az írhat az antali gazdaságpolitikáról, az Antal kormány problémáiról, dilemmáiról, aki ezt a könyvet ismeri. Rendkívül fontos, hogy angolul jelent meg. Össze-vissza jelennek meg mindenféle írások arról, hogy hogyan, mi volt 90 és 94 között. Akik egyáltalán ezzel foglalkoznak, azoknak is hiányos a tudásuk, és hát ugye a
az írások nagy része az, hogy úgy mondjam, politikailag motivált. Tehát, hogy ki milyennek akarja láttatni az Antal kormányt, úgy írja meg arról a véleményét, az objektív tudás, vagy az objektív elemzés, nagyon gyakran az objektív elemzés igénye nélkül. Eme könyv ismerete nélkül nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a továbbiakban nem lehet erről írni. Ezt a 260 vagy 300 oldalt ezt el kell olvasni. Utána beszélgethetünk arról, hogy milyen helyzetben volt az Antal kormány 1990-ben, milyen erőfeszítéseket tett, milyen sikereket ért el, és hol nem sikerült elérnie azt, amit szeretett volna. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Bába Iván államtitkáról is úgy érzem, lényegvetően beszélt arról, hogy miért volt fontos ennek a könyvnek az elkészítése. Szabó Tamás miniszter úr felajánlotta, de gondolom Bába Iván is kész erre, hogyha kérdéseik vannak, akkor szívesen állnak rendelkezésre, úgyhogy tessék parancsolni, van-e kérdés? Köszönöm szépen. A kérdésem arra vonatkozna, Orosz László vagyok, a Veritas intézetben dolgozom, hogy a lengyel és a magyar út az adósságállomány kezelése kapcsán, ez 30 év, több mint 30 év távlatából valamiféleképpen átértelmezhető volna-e. Tekintve, hogy én úgy érzékelem, hogy szinte dogmává szilárdult az a tézis, hogy nekünk nem volt szabad annak idején a rendszerváltás után erre az útra lépni, hogy az adósság könnyítését, leírását kérjük. Matolcsi Györgynek ez egyik írása akadt a kezembe, 97-ben írta a Magyar Nemzetben, és abban ugye az szerepelt, hogy a rendszerváltás kezdeti éveiben Magyarországra beömlő külföldi tőke behozatal, hogyha megnézzük, akkor mi egyedül kaptunk akkoriban annyit, mint az összes többi rendszerváltó ország együtt. Matolcsi 97-ben ezt a dolgot már úgy árnyalta, hogy egy kiegyenlítési folyamat szépen lassan megindult, és 97-ben 40% volt a magyar arány, és a következő két helyezett a csehek és a lengyelek voltak 20-20%-kal, tehát még mindig úgy volt, hogy ők ketten együtt kaptak annyi külföldi tőkét, mint mi. Ez azonban az ezredforduló tájára kiegyenlítődött, és az EU-s csatlakozás idejére már egyértelműen Lengyelország volt a vezető ebben a tekintetben. Tehát akkora potenciál, akkora piac, hogy belátták azért a nyugati pénzügyi körök, hogy a leírás ellenére is, az adósság leírás ellenére is érdemes odavinni a pénzt. És ugye tudom, hogy talán a Hanna Suhocka féle kormányzati időszakban volt, hogy a londoni klub is és a párizsi klub is megfelezte Lengyelországnak. Tehát a magánadóság, illetve a külföldi állami IMF és egyéb dolgoknál lévő adósságot is mind a kettejüket megfelezték. Tehát egyszerűen arra gondolok, hogy 30 év távlatából még mindig érdemese fenntartanunk azt a nézetet, hogy a két világháború közötti kategóriával élve a Stresemann-féle Erfüllungspolitik, tehát ez a teljesítési politika, nekünk valóban eminensnek kellett lennünk, és nem lett volna sokkal célszerűbb, kifizetődőbb, 30 év múlva megtérülőbb az a gondolkodás, hogy mégiscsak kérjük az adósságállománynak valahogyan az átütemezését vagy csökkentését. Egyébként pedig ez az, ami szóba került, ez a Balcerovics-féle sokk terápia, mert annak idén ezt alkalmazták rá, ezt a kifejezést. Annak idén én egy olyan találó hasonlatot olvastam, hogy a Lengyelországnak igazából az okozta a meglódulását, hogy a rendkívül különböző politikai habitusú lengyel pártok, azok egyetértettek a gazdaságpolitika kérdésében, nem úgy, mint Magyarországon, hogy ég és föld volt a baloldal, jobboldal nézete. És egy olyan plasztikus példát olvastam, hogy Mazowiecki, aki egy katolikus értelmiség volt, a kormányában Balcerovicot a liberálisoknak a képviselőjébe vette, minthogyha Magyarországon az első rendszerváltó kormány idején
együtt kormányzott volna az MDF és az SZDSZ, és mondjuk Antal József mellett Bauer Tamás lett volna a pénzügyminiszter. Konkrétan ezt a példát olvastam. Tehát inkább a lengyel sikert az okozhatta, hogy a magyar hatan hét felé húzunk típusú szemlélettel szemben Lengyelországban abban az időszakban, különösen a gazdaságpolitika kérdésében teljes egyetértés uralkodott a különböző színezetű politikai pártok között. Tehát ez az egyik, a másik pedig az adósságállománynak az elengedése. Erre vonatkozna a kérdésem. Köszönöm szépen és elnézést, a hosszú voltam. Kezdjük az adósság kérdéssel. Ugye amikor a Antal átvette a kormányzást, akkor ilyen néhány hétnyi lehetősége volt arra, hogy egyáltalán fizetőképességét megőrizze. Másodszor teljesen világos volt, hogy a piaci összeomlás a tradicionális szocialista iparnak az pillanatokon belül olyan szintű munkanélküliséget is hoz, ami elképzelhetetlen volt. Harmadszor természetesen történtek kísérletek arra, hogy rávegyük a hitelezői kört, hogy tegyen lépéseket, tehát ezek több ok miatt, amiben most nem akarok belemenni, számukra nem voltak a cselekvési út részeként értelmezve. Erre, hogy a megtörténtek a szükséges lépések, Hieronymi Otto is utal a könyvben, de én személyesen is ennek részese voltam, pénzügyi államtitkárként én egy nem egészen nyilvános utat tettem minden nagyobb hitelezőnkhöz, Japánban, Németországban, Franciaországban és az Egyesült Államokban egy 10 nap alatt tárgyaltam mindenkivel, és teljesen egyértelmű volt, hogy számukra ez nem egy, a mi 10 milliós piacunk nem mérhető össze azzal, ami Lengyelország potenciája. Nekünk egyszerűen nem volt más út, ez nem egy dogma, hanem annak az lett volna a következménye, ha mi fizetés elengedést várva beszüntetjük az adósságszolgálatot, hogy nem mi kapjuk meg az első 8 évben a tőke beáramlást, nem áll át néhány év alatt egy keleti piacra, vagy nyugati piacra a magyar gazdaság, nem történik meg az, hogy már 93 elejére a zsugorodás megáll, és egy növekedési pályára áll a gazdaság. Magyarul egy sokkal nagyobb csőd tömeget idéztünk volna elő akkor, hogyha az adósság, ez elengedés mellett döntünk, ez 30 év távlatából is abszolút helyes döntésnek bizonyult. Ez az én személyes szakmai meggyőződésem, de Otto, Hieronymi Otto is emellett teszi le a voksát. A második kérdéskör ez a megegyezés, együttműködés policy. Szóval ha valaki az együttműködés, mint a győzelem, nem a másik legyőzés, hanem az együttműködés, a győzelem elvét követte a cselekvésében, ez Antal József volt. Emlékeztetnék a kormány beiktató beszédében elmondottakra, szó szerint nem tudom idézni, de az volt a lényege, hogy ő mindenkinek, aki itt a parlamentben a magyar néptől felhatalmazást kapott, az együttműködés jobbját nyújtja, és dolgozzunk együtt azon a megújhodáson, amire az országnak szüksége van, ami egyébként a kormányprogramnak is a neve volt. Ebben az együttműködésben a legsikeresebb példa egyébként az, hogy egyáltalán működőképessé vált a rendszer. Hiszen emlékeztetek rá, hogy a politikai egyeztető tárgyalásokon egy olyan politikai döntési rendszer alakult ki, ahol mindenben kétharmados döntés kellett volna. És ezt Antal az együttműködés logikájával úgy oldotta fel, hogy jó, maradt néhány, nem egyszerű törvény, ami bennmaradt a
kétharmados körben, de tulajdonképpen azzal, hogy a köztársasági elnöki pozíciót a Szabaddemokraták Szövetségével kötött szerződés keretében Göncárt Kárpát kapta meg, így tulajdonképpen az ország kormányzathatóvá vált. Az egy másik kérdés, hogy az Antal együttműködési készségének és ennek a kifejezésének és cselekvésben is megjelenő szándékának hát nem nagyon jelent meg a másik oldalon a vágya, és különösen nem a cselekvés. Igen, abban tökéletesen egyetértek egyébként, hogy minden siker, ami egy országban megtörténik stratégiailag és hosszú távon, az annak a következménye, hogy az úgynevezett politikai elitek, ez nem minőséget jelent egyébként, hanem akik eldöntik a játéktér szabályait, azok együttműködnek. A legnagyobb példák ez ügyben, nem tudom, mondjuk Írország, Portugália, Szingapúr, minőtt az történt, hogy megegyeztek néhány rendkívül fontos dologban, és ahhoz nem nyúltak hozzá. Nálunk sajnálatos módon ez nem tudott megtörténni, és teljesen biztos vagyok abban, részes voltam, hogy ez nem Antal miatt történt, hogy nem lehetett megegyezni alapvető dolgokban. Végül még egy mondattal az adósság kérdésre visszatérve, az, hogy a 90-es évek végére kiegyenlítődött a tőkebeáramlás a közép-keleti országokba, ez a világ természetes dolga. Nekünk az volt a előnyünk, ahogy tetszik, hogy Antal egy nagyon következetes, kiszámítható politikát mondva és cselekedve megértették, hogy a legbiztonságosabb gazdasági tér abban az időszakban az Magyarország. És ez volt az, ami meg tudta őrizni a társadalmi békét Magyarországon, mert hiszen néhány év alatt ezt a rendkívüli sokkot, amit a keleti piaci összeomlás, meg hát a magyar gazdaság összeomlása jelentett a keleti piacok miatt is, ezt ki tudta védeni, és átállt egy növekedési pályára. És most ne az utána következő időszakot nézzük, kizárólag azt a három évet, amíg Antal vitte az országot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ehhez még annyit tennék hozzá, hogy a három ország háromféle gazdasági örökséget kapott. Magyarországon, ahogy mondtuk, ugye, és a könyvben is benne volt, ugye a magyar politikai gondolkodásban benne volt az az illúzió, hogy a reformok azok valahogy a piacgazdaság irányába tolják majd az országot. Jeronimi Otto szépen cáfolja, hogy a valódi piacgazdasághoz mindennek semmi köze nem volt. Tehát ez még mindig egy központilag irányított gazdasági rendszer volt, ami működött, ahogy működött. És azzal, hogy összeomlottak ugye a szocialista piacok, Oroszország fizetésképtelenné vált, azzal az egész lényegében az összeomláshoz jutott el. Lengyelország másképp volt csődben, ugye? És az, hogy a Balcerovics vállalta a sokkterápiát, ezzel irtózatos munkanélküliséget teremtett, irtózatos inflációt teremtett. Tehát a sokkterápia az valóban sok volt a lengyel társadalom számára. 6-8-10 millió munkanélküli ott jött-ment, amikor ezeket a nagy vállalatokat bezárták, próbálták bezárni, nem tudták bezárni, ugye a bánya vidék, meg minden. Tehát Lengyelország óriási csődön ment át, és ezt a lengyel politikai elit lényegben értette, hogy ezzel valamit kezdeni kell, amit fölhalmoztak, az egy más helyzet volt, mint Magyarországon. A harmadik helyzet pedig Csehszlovákiában volt, ahol Václav Klaus, ugye a korabeli miniszterelnök, egy közgazdász volt, aki, és Csehország, Csehszlovákiának nem volt akkor adósságállománya. Ugye ott volt egy nagyon komoly, ahogy a Posgai nevezte, dirigista gazdaságpolitika, mindent a párt döntött el, de az egyben egy ilyen lefolytott gazdaság volt, de nem volt egy olyan determinációja, hogy irdatlan mennyiségű pénzt kell kifizetni a külföldre, mert nem volt jelentős államadossága. Tehát más helyzetből indult. Csehszlovákiában ugye elindították ezt a kuponos privatizációt, amit kitaláltak, hogy micsoda zseniális ötlet, de a kuponos privatizáció az azt jelentett, hogy minden állampolgár kapott X számú kupont, hogy azon úgymond részvényeket vegyen a különböző privatizálandó vállalatoknál. Hát annak is az lett a vége, ami nálunk, hogy a
az ügyesek vagy ügyeskedők szépen felvásárolták a kuponokat, és nagyobb kuponszámból beléptek egy-egy vállalkozásba, ahol már szavazati joguknak is volt súlya, míg egy 1-2%-os vagy 0%-os kuponnal rendelkezőnek semmi jelentősége nem volt. Tehát a privatizáció nem nagyon különbözött Csehszlovákiában ahhoz képest, amit mi csináltunk, csak más irányból indultak el. Való igaz, hogy a 90-es évek végére ugye körülbelül ugyanoda jutottunk, de hát ez a törvényszerűsége a gazdaságnak, hogy át kell vészelni a válságokat, aztán mindenhol elindul, és hát hál' Istennek Közép-Európában elindult. Innen 30 év távlatából erre úgy visszatekinteni, hogy az egyik jobb volt, másik rosszabb volt, ez egy veszélyes szemlélet, mert végül is az adott helyzetet kell fölfogni, az adott helyzetet kell megfelelően érteni, és érezni, hogy milyen determinációkkal kell elindulni, milyen feltételek vannak ahhoz, és mire gondolhatott az, akinek ott akkor döntéseket kellett hozni, Antal Józsefnek, vagy Szabó Tamásnak, vagy másoknak. Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése? Igen, Bertan Péter, ha jól látom. És ez Szabó Tamás miniszter úrhoz szólna, hogy a levelezését Antal Józsefnek átolvasva Kaproncei úr jó voltából egy mély emberi humánumot, és ezek miatt a gazdasági kérdések miatt szinte egy, szépen fogalmazva, egy szenvedő Antal József kép is kialakult. Ő rendkívül érzékeny volt, és szociálisan is mélyen látta és detektálta ezeket a folyamatokat. Ezek a levelekből tükröződő, kicsit filozófikus, mély gondolatok, ezek a négy szem közti beszélgetésekben is előjöttek, amikor hivatalos események után Antal József szembesült ezekkel a nagyon égető kérdésekkel. A levelezésében ez torokszorítóan látható. Talán érthető a kérdésem, gondolom. Abszolút érthető, igen. Mondjuk nem tudok reális képet mondani, mert nagyon elfogult vagyok Antal Józseffel kapcsolatban. Inkább a cselekedeteit mondom. Az első dolga volt a kormánya összetételénél, meg összeállításánál, nem személyekről beszélek, hanem struktúrákról, hogy megfelelő súlyt adjon az emberek gondolatainak, vágyainak. Külön volt oktatási, népjóléti, és meg létrehozta a munkaügyi minisztériumot, mert látta ezeknek a kérdéseknek a rendkívüli jelentőségét. Azt is pontosan tudta, hogy mekkora lesz a munkanélküliség, és az milyen társadalmi válságot, konkrétan milyen politikai zűrzavart tud magával hozni. Emlékszem, mikor megrendelte munkanélküliség ellátási rendszer megszervezésének a dolgát tőlem, én akkor munkahogyi államtitkár voltam. Igen, egyszerű, négy szem közt természetesen, és ezt még nem mondtam el nyilvánosan, négy szem közt azt a politikai megrendelést adta, hogy nem érdekel, mibe kerül, de nekem ne kelljen tüntetéseket szétveredni az utcán. És egy olyan munkanélküliségi ellátási rendszer jött létre, amelyik megőrizte a társadalmi békét. Ez a lényeg. Igen, Antalnak még az is gondot okozott, hogy mondjuk egy nem bevált munkatársától megváljon. Mert olyan mértékben volt érzékeny és igen, szerető ember. Köszönöm. Szarvas István vagyok, és professzor Marinovics Endrétől szerettem volna már régen megkérdezni, hogy írod az egyik könyvedbe, ez amikor a KGST megszűnt, akkor Gorbacsovnak ugye azt mondta, hogy dá, a közben meg a többiekkel nem sikerült megegyezni.
hogy ki mondta neked el ezt a sztorit, hogy hogy volt ott a Kági estének a... Hát köszönöm szépen a kérdést, nem egészen ide tartozik, nem a Kági estéből volt szó, hanem a Varsói szerződésről, és mindez Moszkvában történt, ahol a Varsói szerződés politikai tanácsadó testületén üléseztek, és az a furcsaság alakult ki, hogy Magyarországot Antal József, egyébként Göncz Árpád mellett képviselte, ajánlom figyelmükbe tekintetben a Blokád című filmben a megfelelő jeleneteket is. Ugyanakkor például Lengyelországot Jaruzelszki tábornok képviselte még, akiből hát hadd nem mondjunk többet a mai nap folyamán. Na most ezt a történetet maga Antal József mesélte el, méghozzá pontosan az is megmondható, hogy mi a forrás, ennek videóanyaga is van. A 60. születésnapján, amely 1992. április 8-án volt, mesélte el az MDF és a KDNP közös frakció ülésén, úgyhogy ennél hitelesebb forrást nem tudok mondani. Köszönöm. Ha már itt a félig meddig titkokról beszélgetünk, én 90. szeptemberében kerültem be a külügyminisztériumba, és 90 őszén ilyen elküldött Antal két-két viszonylag alacsony rangú diplomatát, én voltam az egyik, és még egy rutinos kollégám és másik kettőt, Varsóba és Prágába. És az volt a feladatunk, hogy a lengyel külügyminisztériumban kérjünk mindig magasabb szintű fogadókészséget, és ott mondjuk el, hogyha Magyarország kilép a Varsói szerződésből, bejelenti kilépését, akkor mit fog tenni Lengyelország, illetve mit fog tenni Csehszlovákia. És amikor oda bementünk, akkor tudom, hogy fogadott egy ilyen főosztályvezető helyettes, és amikor ezt elmondtuk ketten a kollégámmal, akkor fölakadt a szeme, és azonnal behívta a főosztályvezetőjét, majd behívta a helyettes államtitkárát. És a helyettes államtitkárának az volt az első kérdése, hogy maguk kit képviselnek. Ez egy meglepő kérdés volt számomra, de azért észnél voltam, és azt mondtam, hogy én a kormányomat képviselem, ami egy kicsit meglepődött, mert ilyen alacsony szintű diplomaták nem szokták a kormányukat képviselni, és mi az üzenet. És akkor ezt megismételtük a helyettes államtitkárnak, azt mondta, hogy Lengyelország egy héten belül válaszolni fog. És a Csehszlovákiából, Prágából ugyanez a válasz jött. És mind a két helyről az a válasz jött, hogyha Magyarország bejelenti Csehszlovákiát, ha csatlakozik hozzá, és Lengyelország is csatlakozik hozzá. Tehát emögött ugye ott volt ez a párbeszéd. Nagyon érdekes volt aztán, amikor 98-ban nagykövetként kimehettem Lengyelországba, és ez a helyettes államtitkár mindig ott volt a helyén, és szeretettel üdvözölt, hogy emlékszünk a 90-es találkozóra, amikor erről beszélgettünk. Ez csak azt hiszem, hogy érdemes ezt így megosztani, hogy Antalnak a fejében ugye azért mindig benne volt egy ilyen stratégiai egyeztetési igény, hogy ugye nem ugrunk a semmibe, hanem megpróbáljuk azt úgy előkészíteni, hogy ez közös lépés legyen. Ennek jelentősége volt aztán a visegrádi együttműködés létrehozásában, hogy volt egy ilyen bizalmi szint, egy ilyen bizalmi kapcsolat ezek között az országok és ezek között a politikai vezetők között. Hát igen, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, nagyon köszönöm jelenlétüket ezen a mai megítélésem szerint tanulságos beszélgetésen. Elhangzott kérdések is különösen érdekesek voltak, nem beszélve magáról a könyvről, amelyet ezúton is mindenki szíves figyelmébe ajánlok. Viszontlátásra!